Ilyen és ehhez hasonló technikai feladatokat gyakoroltak azok a motorosok, akik részt vettek a WeLoveSexed motoros baráti kör által megszervezett ingyenes vezetéstechnikai tréningen. A szakértők szerint a foglalkozás szükséges, hiszen a téli szünet után fontos a motorosokat és a járművüket is felkészíteni az elkövetkezendő hónapokra. A szezon kezdésre próbáljuk felkészíteni a motorosokat, akik eljöttek. Ez ingyenes, ez minden évben van, évente körülbelül 3-4 alkalmat csinálunk, azért, hogy azok az elveszett rutinos mozdulatok újra visszajöjjenek, amik ugye a téli szünet alatt eltűntek. Kancsár Zsolt és Busz Zsolt szervezőkkel arról is beszélgettünk, hogy az autósok mostanában hogyan viszonyulnak a két keréken közlekedőkhöz. Ugye ők 4 kerékkel közlekedni, mi 2-vel, most akkor ők is gyorsan szeretnének menni odaérni, mi is oda szeretnénk hamar érni. Ugye a motoros szűkebb, tehát ez mindig konfliktust fog okozni, viszont ha odafigyelünk egymásra és hagyunk egymásnak közlekedési életteret, akkor ez működni fog. Fogadjuk el a másikat, hogy ő egy 4 kerékbe közlekedik, mi pedig 2 kerékbe. Hogy ahogy telnek az évek, talán az autósok is elfogadják azt, hogy itt már nagy teljesítő motorkerékpárok vannak, és bizonyos szabályok is segítik a motorkerékpárosokat rendőrlámpánál. Előre mehetünk a két sor között, álló sor között, hozzáteszem. Ha megmozdul az autósor, akkor már ugye nem szabad. És ezt az autósok elfogadják, tudják szerencsére, és segítik a forgalomban a motorosokat. Sajnos motorkerékpárral is vannak olyan kollégák, akik a forgalomban nem feltétlenül a szabályoknak megfelelően közlekednek. Hát sajnos ezeket korrigálniuk kell az autósoknak, el kell fogadni valamilyen szinten, hogy a motorosoknak más a dinamikája, más a sebessége. Ettől függetlenül ugye nem szabad túllépni a sebességkorlátozásokat és egyebeket. A tréningen motoros szakoktatókon kívül rendőrök is oktatták a résztvevőket. Vezetéstechnikai szempontból egyszer a motor kezelése, tehát anélkül kimenni egy közlekedésbe, hogy ne tudjam a saját motoromat kezelni, illetve a saját magam korlátait megismerni, az elég veszélyes. Ezeken a tréningeket, nem csak ezen, tehát országosan, ezekre helyezik a lehető legnagyobb hangsúlyt, mert egy veszélyhelyzetben pontosan arról szól, hogy tudok döntést hozni, milyen hamar tudom meghozni, és mennyire vagyok biztonságban a saját motoromon. A fő célkitűzés ezzel az egésszel, hogy talán a gyászhírekben nem szerepel annyi motorkerékpáros, próbáljuk, gyakoroljuk ezeket a mozdulatokat kissebességnél, és talán a tavaszi felkészülés egy pici kis apró kis segítség. Ha már talán egy-két zakóval kevesebb van, akkor már megérte. Az eseményt évek óta megrendezik. Gyakorlott motorosokon kívül kezdőket is vártak, hiszen itt olyan technikai előnyt szerezhetnek, amire az oktatásuk alatt nincs lehetőség.